Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy egyszerű szövegbővítőt szeretnék bemutatni, pár megjegyzés. Azért mondom, hogy egyszerű, mert sokkal kevesebbet tud, de legalább hatékonyabban dolgozik, mint az expanzó, amit régebben bemutattam. Mi az a szövegbővítő? A szövegbővítő az, hogy begépelünk egy-két-három karaktert, és utána ő azt átváltoztatja hosszabb szövegre, tehát kibővíti a szövegünket arra, amire mi megadtuk. Nagyon jó dolog, hogyha sokszor le kell ugyanazt a szöveget írnod, és nem szeretnéd, hogy bizony valami kimaradjon, vagy nem szeretnél nagyon sokat gépelni. Szuper! Ami hátránya ennek az eszköznek, hogy csak X11 alatt fog működni, X alatt fog működni, így mondom, Wayland alatt nem fog működni. Ennyi. Tehát igazából ne is ugorj neki akkor, hogyha nem X11-et, X-orgot használsz, akárhogy hívjuk, úgyis tudjátok, miről beszélek. A leírásban ott lesz a link, de első körben, hogyha valaki nem a linket akarja ottan megnyitni, hanem maga akar rákeresni, rákeres, hogy Texpander Linux. Érdemes oda tenni a Linuxot, mert van hasonló nevű fizetős program. A Windows alatt is én úgy gondolom, hogy gyorsan megtaláljuk, vagy a GitHubon, látható, hogy GitHubon van, GitHubon lévő eszközök között keresőben meg fogjuk keresni ezt a lehetőséget. A lényeg az, hogy a letöltése nagyon egyszerű, ráböksz a kódra, és töltse le cibbe. Ez a legegyszerűbb, letöltjük cibbe. De előtte nézzük is meg, miről van szó. 3-4 féle verziója van, 3 pontosan ennek a programnak. Én nem a rofiset használom, hanem az eredeti régi Texpandert, aminek az a feltétele, hogy az ezt és ezt és a Zenity nevű programot létszves telepíteni. Az első kettő valószínű, hogy rajta lesz a gépeden alapból, általában felszokták rakni a disztribútorok, a Zenity megjelenítő kis programocska nem. Nem feltétlenül lesz fent, természetesen ez telepített, az, hogy ide az apptal való telepítés van beírva, az nem jelent semmit, a Zenitit lehet bármelyik Linux disztribúcióra telepíteni. Oké. A következő lépés hasonlóan egyszerű, a cippet kicsomagolod, és gyakorlatilag ezt az egészet, vagy esetlegesen csak a Texpandert SH-t bemásolod egy olyan könyvtárba, ami az elérési útba bent van. Általában ez olyan, hogy a saját könyvtáradban van egy olyan, hogy .bin, vagy egyszerűen bin könyvtár, általában van ilyen. Te tudod, hogy melyik elérési úton vannak a te olyan scriptjeid, amit te szoktál használni, amiket te írtál, gyakorlatilag bemásolod, majd elindítod abból a könyvtárból, hogy Texpander SH. Elindítod a Texpander SH-t. Oké, elindul a program, majd utána megkeresed azt a könyvtárat, egy rejtett könyvtárat, amit általában Ctrl-H-val tudsz előkeresni grafikus felületen, illetve természetesen a Rangerbe is így működik. Előkeresed azokat a rejtett könyvtárakat, amiben van. Utána nagy meglepetésedre lesz egy olyan könyvtár, hogy pont Texpander. A pont jelenti azt, hogy az bizony rejtett. Abba bemész és elkezded használni a Texpandert. A következő lépés az, hogy megmondjuk, hogy milyen szövegeket szeretnénk mi kicserélni. A Texpander egy nagyon jó megoldást csinál, figyeljétek meg, azt mondom, nagyon jó megoldást csinál, eltérve az expanzótól, hogy ő bizony szövegfájlokba, különálló szövegfájlokba tárolja az állományokat. A következő lépés nagyon egyszerű, létre kell hozni sima szövegfájlokat, ezeket úgy ismered általában, hogy TXT. Az a lényeg, hogy sima szövegfájl legyen, és valami normális neve legyen. Nézzük is meg, mi van az MLV, Magyar Linux Videók TXT mögött. Az expanzóval szemben az a nagy előnye, hogy sima szövegfájlokat, azaz beállító fájlokat, konfigurációs fájlokat használ, amiben te kényelmesen tudod tördelni a szöveget. Az expanzóval az volt a problémám, hogy a szövegtördelés, a formázás nem olyan egyszerű volt, mint ahogy én elképzeltem. Egy-egy elütés, egy-egy space vagy egyéb hiány az már gyakorlatilag ott az egész konfigurációs fájlra hiba jelet adott, és utána keresgélhettem, hogy hol nem igazgattam be pontosan az állományt, hogy úgy nézzen ki, ahogy kell. Azaz sima szövegfájlokat tudunk mi használni. Én nyitottam egy üres állományt, és megnézzük, hogyan működik az expanzó. Az expanzót
hozzá lehet rendelni egy gyors billentyűhöz, hozzá kell rendelni egy gyors billentyűhöz, az, hogy a te asztali környezeted vagy ablakkezelőd alatt ez hogyan megy, az számomra igazából nem elmondható, nem tudom, hogy te mit használsz. Én hozzárendeltem a saját rendszerembe az Alt Space-t. Én megnyomom az Alt Space-t, és mi történt? Előugrott egy Texpander panel, ez egyébként a Zenitinek a szöveges választó panelja, szuper kis programocska. Ja, miről is beszélünk? Hát azt hiszem a használata nagyon egyszerű, vagy elkezded itt írogatni a szövegfájl nevét, ezért kell normális nevet adni a szövegfájlnak, vagy pedig a választópanelből kiválasztott MLV-t, TXT-t szeretnéd ide beilleszteni, rákattintunk és be is illesztette, ennyi. Gyakorlatilag nagyon egyszerűen működik. Oké, mondhatjátok azt, hogy jó, ez az adott programon belül, a Genin belül szépen fog működni, és bizony esetlegesen webes felületen nem fog annyira működni. Megnyitottam a levelező rendszert, a Gmail-re levelező rendszerét, nézzük meg, hogy be tudom-e illeszteni. Alt Space, ahhoz van téve. MLV, persze, azt szeretném beilleszteni, az olyan, amit mindenki láthat, és leokézom, beillesztette, szuper. A következő gondolat az, hogy persze, webes felületen működik. Jó, nézzük is meg mindenki kedvenc szövegszerkesztőjével azt, hogy bizony ez működik-e esetleg a LibreOffice-ban. Hát LibreOffice megnyitottam, Alt Space, és megint a választék megjelent, és MLV-t kijelöltem, és oké. Egy pici várakozás, fél tized másodperc után be fogja oda illeszteni. Szuper, igen, szuper. Hogyan működik? Nagyjából ez úgy működik, hogy van egy szövegfájl, amikor te egy állományt megnyitsz, például a LibreOffice-ba egy szöveget, akkor igazából ő nem csinál semmit. Elkezded használni, meghívod az expanzot, kiválasztod azt a szövegfájlt, hiszen mi szövegfájlt választottunk ki, az MLV elnevezésű szövegfájlt, akkor ráböksz, leenterezed, ő kimásolja a vágólapra, és bemásolja a vágólapról abba az állományba, ami éppen nyitott, amit te használsz, amiben te beszeretnéd rakni. Ennél egyszerűbb nincs a világon. Pontosan ezért nem fog feltétlenül működni VLAND alatt, mert ott más vágólapkezelést használnak, illetve más ablakazonosítást használnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó használatot kívánok. Sziasztok!